Vendégünk a stúdióban Szabó Lajosné Zsóka, ahogy azt hiszem, szinte város szerte ismerik, hiszen a Művelődési Központ és ő összenőttek szinte több évtizeden keresztül. Ő nagyon korán elkerült Hajdunánásról, de hogy mikor is került vissza, és hogy hogyan alakult az élete, a munkássága a Hajdunánási Művelődési Központban, Művelődési Központtal, erről fogunk most beszélgetni, több évtizedet felelevenítve, és nagyon sok-sok emléket, amelyekhez azt hiszem sok hajdunánási embernek is köze van. Zsóka, nagyon sok szeretettel üdvözöllek, és annak is nagyon örülök, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést, hiszen visszaidézni, megörökíteni azokat az éveket, amiket már most több évtizeden magunk mögött hagytunk, azt gondolom, hogy nagyon fontos az utánunk következő nemzedékek életébe, hogy jeleket, nyomokat hagyjunk, mert azt gondolom, ezek nagyon fontosak. Ugye te ma már napjaimban a szép nyugdíjas éveidet éled, de még mindig nagyon aktív vagy, hiszen itt a szövőteremben még mindig itt vagy, és még gyerekekkel foglalkozol. De hát, mint említettem, egész fiatalon elkerültél Hajdunánásról. Mi volt ez nagyon röviden, és mikor kerültél vissza, mi hozott vissza téged végül is a szülővárosodba, hiszen tőzsgyökeres hajdunánási vagy egyébként? Igen. 25 éves koromban Sopronba kezdtem a népművelő pályát, és tulajdonképpen végig a pályán maradó. 1980-ban lettem a Hajdunánási Művelődési Ház igazgatója. A harmadik művelődési ház volt, ahol igazgató voltam. Pályám során, miután végig a pályán maradtam, egyetlen kitérői volt, amikor megszületett kisfiam, és nem tudtam az akkori 3 éves gyest igénybe venni, nem volt módomba. Ezért olyan munkahelyet kerestem, ahol az esti időszakokat, a hétköznapok után a vasárnapot, az ünnepnapokat a gyermekemmel tudjam tölteni. Így került sor, hogy a hajdunánási szellőzőművek 660-680 fős üzemébe, sőt volt, amikor még 700-on is felül voltunk, közművelődési titkár és oktatási előadó lettem. Hát ennek nagyon nagy hasznát vettem a későbbi időkbe. Tehát, amint mondottam, 80 május 1-én kerültem a Művelődési Központba. Talán ezért is, hogy szem előtt voltam a város vezetőségének, és engem javasoltak, amikor Mónus Imre távozott a Művelődési Központból. Mi volt akkor itt, Zsóka? Mi volt akkor? Mert azért még nem teljesen, jó, a homlokzat, mert maga a főépület az ugye adott volt. De hát azért voltak problémák. Igen, adott volt a főépület, szinte Nánás egyik legszebb és legrégebbi patinás épülete a városközpontban, ami magában ez is szükségesítette, hogy felújítsák ezt az épületet, de ezen kívül művelődési központ volt, és mint művelődési központ, az adott feltételekkel nem igazán tudta betölteni hivatását. Már évekkel előtte, tehát én még Debrecenben voltam művelődési az igazgató, amikor bizonyos fórumokon hallottuk, hogy a Hajdunánási Művelődési Központ is felújításra kerül, mint ahogyan a megyében abban az időben azért több művelődési ház ugyanígy felújításra került. És amikor idejöttem, már beavatásom napján szinte megkaptam Tar Sándor akkori városi tanácselnökétől, hogy Zsóka, a művelődési ház rövidesen felújításra kerül. Hát én ezt nagyon vártam, de még éveket kellett rávárni. Tehát akkor adott volt nekünk egy épület, ami kívülről is úgy nézett ki, amint mondottam, hogy felújításra szorul, de belül azon kívül, hogy elhanyagolt helyiségek, de nagyon kevés állt rendelkezésünkre. És egy művelődési háznak feladata az emberek behozása a művelődési házba, az emberek foglalkoztatása, és sajnos ez nekünk nagyon kényszerű körülmények között ment. Tehát az utcára néző régi épület állt a rendelkezésünkre, amelynek elsősorban az emeleti szintjét nem tudtuk használni, mert 1974-ben életveszélyes állapota miatt lezárták. Előzőleg színházak, bálok és nagyon sok rendezvénynek adott helyet. Tehát csak a földszint. A földszinten, ha az épülettel szemben állunk, jobb oldalon helyezkedett el az utca felőli részen az művelődési ház irodái, a udvar felőli részen pedig, amint ismeretes előtted is, a könyvtár.
Igen. Ők is nagyon mostok a körülmények között dolgoztak. Arról lehetne regélni. Arról is lehetne még egy előadást tartani. A lépcső a folyosótól jobbra pedig elhelyezkedett a mostani volt kiállítóterem, és mellett, ami most butik. Hát azt használtuk minden nap szinte más kis csoport rendezvény megtartására, és volt még az udvar felé egy nagyobb termünk, amelyben az ifjúsági diszkókat csináltuk, de természetesen hétköznapokon ezzel szerem is különböző kis csoportok foglalkoztatásának a helyiségét szolgálta. Az udvarban hátul volt egy nagyon romos épület, két helyiségből állott, hát a szükségtörvény front erejével azt is felhasználtuk is csoportok tartásig foglalkoztatására. És ezzel szinte be is fejeződött a művelődési ház adta lehetőségek. Hetenként egy alkalommal állt rendelkezésünkre a mozi, ami akkor nem úgy nézett ki, mint most. És ott tudtuk tartani a színpadot igénylő rendezvényeinket, ami viszont tényleg nagyon keserves volt, hiszen nem tudtunk hozni a színházat, mert díszletfelállítás az ott lehetetlen volt. Tehát az egy picike kis színpad volt. Nagyon picike volt a színpad, tehát több szemét foglalkoztató színpadi rendezvényeket sem tudtunk hozni. És volt hozzá egyetlen egy öltöző. Az öltözők azon túl, hogy kicsike volt, szabadban nyíló, télen ahányszor kinyitottuk az ajtót, a kis vaskája nem tudott annyi meleget adni, hogy ott ne fagyjanak meg az emberek. Tehát egy nagyon lehetetlen körülmény volt, nagyon nehezen is tudtunk bármit is hozni ebben, de erről majd még beszélünk. Tehát ide kerültem, és napi téma volt, hogy felújul a művelődési központ. 1983 végéig kellett erre várnunk. 84 és 85, tehát másfél évet töltöttünk a Bocskai utcai volt ifjúsági ház épületében, és hogy még a kis csoportjainkat is el tudjuk helyezni, megkaptuk a régi fotó KTS Bocskai úti épületét, és ennek kisegítésével megpróbáltuk úgy megoldani, hogy ne kelljen egyetlen egy kis csoportunkat se felmondani, mert ha jól emlékszem, mire elköltöztünk, 19 kis csoportunk volt. Ó, tehát ez nagyon-nagyon sok. Nagyon álljunk meg itt egy percet. Tessék? Néhányat említs meg ezek közül. Ez nagyon sok. Hát voltak a népi technikákkal dolgozó kis csoportjaink, a szövőműhely, ami nagyon-nagyon problémás volt, mert ugye ahhoz szövőszék. A szövőszékeket fel kellett volna állítani, de aztán volt egy-két szövőkeretünk is, meg tudtuk oldani. Volt a bőrműves műhelyünk már akkor, volt a gyékényes műhelyünk. Hát ebben szerencsések voltunk, mert még azt nem mondtam, hogy 80-ban megkaptuk a tájházat is, és a tájházban is tudtunk kis csoportot foglalkoztatni, tehát a bőrműves műhelyünk és a gyékényes műhelyünket tulajdonképpen ott foglalkoztattuk. De voltak az ifjúsági csoportjaink. Volt az általános ifjúsági klub, a szakmunkások klubja, a kiszes ifjúsági klub, a diáklub, művészeti csoportjaink, irodalmi képzőművész körünk. Valamit kérdeztél? Nem, tehát sokan. Sok kis csoportunk volt, és voltak művészeti csoportjaink, ilyen volt a Nánási Lagodalmas, ilyen volt a énekkar, ami nagyobb létszámú csoport volt, és bizony ezeknek az elhelyezése nagyon-nagyon nehézkes volt, hogy csak néhányat említjek, de volt a fotókör, és még sorolhatnám. Így van, tehát így szétszabdalva, tehát Másfél évig és másfél évig üzemeltünk úgy, hogy tulajdonképpen egyetlen csoportot sem mondtunk fel. Minden csoportot tudtunk annyira üzemeltetni, és ehhez volt szükségünk, hogy a nyarat használjuk ki, mert a nyár még adta a lehetőséget az udvar felhasználásával, és hát utcai rendezvények megtartására. És végül is másfél év után költöztünk vissza a felújított művelődési házba. Hát ez már egy álom volt számunkra, amikor az emeleten
több kis csoport kapott helyet, az emeleten kaptak helyet az irodák is, a könyvtár új helyre került, nem jött vissza hozzánk, és a földszinten diszkótermünk lehetett, ahol az ifjúság igazán a diszkó világát élte abban az időben, és további kis termek is kialakultak. Tehát tudtuk foglalkoztatni a kis csoportjainkat, de nem volt színháztermünk. Nem volt nagyobb tömeget foglalkoztató termünk. Továbbra is maradt a mozi. És ez akkor már igazán nem volt kielégítő. De ez alatt az idő alatt már folyamban volt az új színházterem építésének a terve. Bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, mert azért ahhoz, tehát, hogy mondjuk te, mint a Művelődési Központ igazgatója, valószínű szakmai szempontból szorgalmazhattad. De a város vezetése hogyan állt ehhez hozzá? Hát itt elsősorban a város vezetése állt hozzá. Tényleg nagyon fontosnak tekintették a színházterem megépítését, de ehhez még én úgy érzem ma is, és abban az időben meg különösen éreztem, hogy a lakosság részéről merült fel egy olyan igény, hogy minden lakossági fórumon előkerült, hogy mikor épül meg a színházterem. És 75-ben jöttünk vissza az új felépített részbe, és 75-ben már tervezés alatt volt tervezés alatt állt a művelődési ház terve, és ez bizonyítja az is, hogy milyen igény volt, hogy a lakosság 85-ben a városfejlesztési alapból 8 millió forintot szavazott meg az új művelődési épület megépítésére. Tehát a tervek már úgy készültek 55 millió forintos beruházási költséggel, és ebből 8 milliót a város szavazott meg. Tehát ez abban az időben nagyon nagy jelentőségű volt. A területre 85-ben vonult a tervezést, a Hajdú-Bihar megyei beruházó tervezővállalat készítette, név szerint Nemes Ágnes volt a tervezője a színházi épületnek. A kivitelező pedig a Hajdú-Nánási Városi Építőipari Vállalat volt, és legfontosabb alvállalkozója a Faipari KTS. A kivitelező már 85-ben felvonult a teleprendezésre, a mellettünk levő Centrum Áruházat, ha még valaki emlékszik rá, le kellett bontani, és le kellett bontani az udvarban lévő kisebb régi épületeket is. Az építés igazán 1986-ban indult el, 2 év alatt. Ennyi volt a terv is, de 2 év alatt meg is valósították és felépítették a színháztermet, valamint a 2 épületet összekötő épület együttest. Az átadásra 1988. március 31-én került sor. Szekeres Imre, az akkori volt megyei tanács elnöke, adta tulajdonképpen az épületet. A jelképes kulcsot a bejárat előtti lépcsőn Polonkai László akkori volt tanácselnöknek, majd a tanácselnök pedig nekem adta át a művelődési ház jelképes kulcsát. Ezt követően kis ünnepi beszéd megnyitása után a résztvevőket, a városi, de a környező városok állami és párt szerve is részt vettek ezen. Természetesen a művelődési ház igazgató, Lukovics András, a megyei művelődési központ igazgatója, de jelen volt Kormos Sándor, a művelődési minisztérium művelődési főosztály vezetője is ezen a nevezetes átadáson. Bejártuk az épületet, megtekintették az új
részeket, és délután 5 órakor ünnepi műsorral folytatódott az átadás. Szintén Szekeres Imre tanácselnök mondta el a ünnepi beszédet, ezt követően pedig a városi énekkar és a Citera zene együttes adta a műsort. Tehát ez volt az ünnepélyes helyi művészeti csoportok. Ez volt az ünnepélyes helyi átadás. Azért azt gondolom, hogy ez a színházterem, ez az új épületrész egy óriási és nagy jelentőségű volt a hajdunánásiak életében, a közösségi művelődés, a szórakozás szempontjából, hiszen azért nézzük meg, tehát akkor jó, hát ugye ma már fel kellett újítani parkettát, egyebeket, de akkor, ahogy berendezték a szép székekkel, a szép nagy színpad, az öltözők, tehát nem fújt be a szél, meg egyebek, meg. Tehát, hogy minden volt, székraktár, díszlet, egyebek, tehát, hogy úgy épült meg, hogy az valóban praktikusan szolgálta a közösséget. Igen, hát tudni kell azt, hogy a teljes felújítás is, és a teljes új építkezés is akkor a legmodernebb felszerelésekkel valósultak meg. A klubtermeink is új berendezéseket kaptak, ami akkor nagyon új volt és nagyon érdekes, a forgótárcsás diavetítőgép, az írásvetítő, amit azelőtt nekünk ilyen nem volt. És meg be tudtuk szeretni azokat a kellékeket, ami egyes kis csoportokhoz kellett, tehát ez óriási jelentőségű volt. Hát a színházterem, a maga 498 befogadó képességével, hát egy állam volt, egy csoda volt, és az új berendezések, az új öltözők, amikor a művészeket meghívtuk, és akik jártak a mozi épületébe, természetesen nagy örömmel jöttek az új művelődési házunkba, hát nagyon-nagyon boldogok voltak, amikor ilyen szép helyen is felléphettek, igen. És örömmel jöttek. És az a színpadtechnika, amit már akkor is alkalmaztatok, tehát az is nagyon-nagyon sokáig a megye első képletei közül. Rivalda fény. Akkor nem minden művelődési háznak volt Rivalda fény a színpadon, és nem mindenkinek voltak világító termei, honnan a reflektorokat irányítani tudták. A hangtechnika, igen, ami rendkívül fontos volt, és ez az épület már így épült meg, hogy mindezzel rendelkezett. No, tehát lett egy gyönyörű színházterme a városnak, amit egyébként más alkalmakra is, tehát mindenféle fajta nagyvárosi rendezvények, meg más egyéb rendezvények, én azt hiszem, hogy akkor csőstő voltak. De hát volt, a kis csoportok ugyanúgy működtek, tehát én úgy gondolom, hogy elég virágzó élet volt itt a művelődési központban, de talán az egyik, hanem a legfontosabb, hogy azokban az időkben nagyon szoros kapcsolatot tudtatok kiépíteni a város lakosságával. És ezt bizonyították például a nagy sikerű bálok is. Na de az, hogy el tudtatok jutni addig, hogy nagy létszámú, nagy sikerű bálokat tudtatok szervezni, ahhoz bizony az a fajta megelőző szervező és más területen folyó szervező munka nem nagyon fontos volt. Mesélj nekünk erről, tehát ugye volt ilyen, hogy szocialista kultúráért, mezőgazdaság, igen, szocialista kultúráért. Igen, hát akkor talán kezdjük valóban azzal az időszakkal, amikor ide kerültem. Lényegében akkor elindult már egy olyan folyamat, amire egy bizonyos koncepciót fel lehetett építeni. Voltak olyan kezdeti dolgok, amire lehetett építkezni. Ilyen volt a már Mónus Imre Patai Pista által elkezdett népművészeti vásár. Ennek nem csak az volt a nagy jelentősége, hogy egy egésznapos rendezvényt tudtunk adni, és az egésznapos rendezvényhez egy szabadtéri színpadon egy egésznapos műsort is adtunk gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. Hanem az is fontos volt, hogy a meglépő népi kismesterségekkel foglalkozó kis csoportjainknak tudtunk példát mutatni. Megismerhették az ország különböző helyéről jött iparművészeket, népművészeket, egyáltalán népművészettel foglalkozó embereket. És
ez egy hatalmas lökést adott annak, hogy mi tudtuk bővíteni a kis csoportjainkat, és tudtunk számukra egy olyat mutatni, hogy jövőre ismét lesz, és ismét részt vehetel te is ezen, és ismét láthatod. Ez egy lökést adott. Hiszen azt hiszem, hogy minden kis csoportnak a lényege az, hogy úgy tudjam foglalkoztatni, hogy legyen valami célja, legyen valami értelme a munkájának. Kis csoport úgy magában, hogy tedd a dolgod, és majd lesz valami. Így nem marad meg kis csoport. Tehát kezdődött azzal, hogy megvolt a népművészeti vásárunk. Erre mi már korábban is Patai Pista gondolkodott rajta, hogy valami mást is kellene csinálni, és ekkor találtuk ki azt, hogy építsük tovább a népi vonalat, és erre csináljunk népművészeti tábort. Akkor még nagyon kevés táborok voltak, szinte a képzőművészeti táboron kívül így táborok nem is nagyon voltak az országban, és mi erre építettük a népművészeti tábort. Az első népművészeti táborunk, hát talán el tudnám sorolni, fotodokumentációs csoportból, miután a tájházat megkaptuk, ott volt egy Kovács műhely, a Kovács csoportból, a bőrműves csoportból. Ez a kettő magával vonzotta, hogy egy fafaragó csoportot is csináljunk, mert a kovácsoknak famunkára, a bőrösöknek szintén a korbácsok nyeléhez famunkára volt szükségük, tehát egy fafaragó csoportot és egy ékén csoportot hoztuk létre. Ezt a tábort Makoldi Sándor, az akkori tanárképző főiskola egyik tanára, néprajzszakos tanára vezette, és egy nagyon-nagyon jó előadói csoportot tudtunk létrehozni. Nagyon jó csoportvezetők voltak, és ebben természetesen részt vettek a saját csoportjaink is. Hát ez volt aztán az igazán nagyszerű dolog. Nagyon sokat lehetne erről beszélni, de kéthetes volt a tábor. A tábor két hete alatt különböző előadásokat hoztunk, kirándulásokat szerveztünk olyan helyekre, ahol a népművészeti tárgyakat, dolgok a saját maguk tudták megtekinteni, és természetesen dolgoztak a csoportok. Kezdőkiállítás, zárókiállítás, beszélgetések, tapasztalatcsere, átadás. Hát ez egy nagyon nagyszerű dolog volt. És erre utána még bővítettük a csoportot. Ekkor jött szóban a szalma, aminek egyetlen problémája volt, hogy a szalmaanyagot nem mindegy, hogy hogyan és mint tudjuk beszerezni. Erre építettük fel később az arató versenyt. De és itt hadd álljak meg egy szóra, mert én úgy tudom, és én akkor utána olvastam, hogy az országban elsőként itt Hajdunánáson szerveztek egy ilyen aratóversenyt. Utána itt elmarad, az országban viszont számtalan aratóversenyt rendeztek. Nagyon szerencsés munkatársakkal rendelkeztem én. Nem zárkóztunk be abban, hogy csak itt mi történik, és csak ott mi történik, csak amott. Egy rendkívül széles látókörű kis népművelő csoportom volt. Külföldről hoztuk ezt a témát. Ott láttuk a televízióban egy alkalommal egy, azt hiszem, bajorországi aratóversenyt, és innen jött az első ötlet, és ezt kapcsoltuk össze azzal, hogy nekünk kézzel arató szalmára van szükségünk, mert így tudunk létrehozni egy szalmafonó csoportot. Így jött létre az aratóversenyünk, és az adta lehetőséget ahhoz, hogy létre tudtuk hozni a szalmacsoportot, ami már a következő időben szerepelt a népművészeti táborunkban, és még később már, amikor a művelődéséhez új szárnya felújult, jött a kézimunka a népi hímző csoport hozzá. Tehát ezek a csoportok alkották a későbbiek folyamán a tábort. De Zsuka, ahhoz, hogy ti olyan szalmát tudjatok, vagy olyan szalmát kapjatok, ami szükséges volt a szalma fonásához, a szalmakötés, kalapkötéshez, ahogy itt mondják,
Ahhoz nektek egyfajta együttműködést kellett kialakítani, a Micsorin TSZ, vagy a Békemárvos pontosan. Igen. Tehát maga a vetést is be kellett szervezni. Igen, a Béketéhez és a Micsorin TSZ volt az, aki készségesen állt rendelkezésünkre. Hát itt előbb említetted, hogy ki kellett alakítani a lakosság, az üzemek dolgozói között a jó kapcsolatot és a művelődési ház között. Szerencsés voltam, mert amint említettem, hogy én, tehát nem is mondtam el, hogy én így kerültem ide, hogy a szellőzőművek. Igen, hát ugye sorok közt említettek, hogy 75-től 80-ig voltam. A szellőzőművekben voltam, közművelődési titkár és oktatási előadó. Ott tekintettem igazán be a dolgozók életébe, és ott 26 szocialista brigád minden tagjával szinte ki kellett alakítanom a jó kapcsolatot, tehát szinte megismertem a város bizonyos rétegének az ilyenfajta igényét, és már utána nem volt nehéz kialakítani a többi üzemekkel és a mezőgazdasági üzemekkel a kapcsolatot, de erre nagyon-nagyon sikeres volt számunkra, akkoriban jött hát tulajdonképpen divatva az, hogy szocialista kultúráért és mezőgazdaság szocialista kultúráért vetélkedő sorozatot rendezzünk. És ezt valósítottuk meg Hajdún Ánás minden üzemébe és a mezőgazdasági üzemekbe, ami azt jelentette, hogy mi készítettük el a vetélkedő tervét is, de mi készítettük fel az embereket, a szocialista brigádokat, és nem csak a vezetőkkel kerültünk kapcsolatba, hanem közvetlen a dolgozókkal is kapcsolatba kerültünk. Író-olvasó találkozót rendeztünk számukra, könyvbemutatót rendeztünk, kiállításokat terveztünk, sőt, még kirándulást is terveztünk olyan helyekre, amiben hozzásegített ahhoz, hogy eredményesen részt tudjanak venni ezen a vetélkedőkön. Tehát ezek a rendezvények nagyon közel hoztak bennünket a mindennapi ember életéhez. Bent nem tudtuk megvalósítani a művelődési házba ezeket a feladatokat, ki kellett mennünk. És így kerültünk nagyon jó kapcsolatba, természetesen a vezetőséggel is. Hát így került sor, hogy a BKTS-szel, miután a BKTS-nek egy nagy kultúrterme volt, a Michelinnak nagy kultúrterme volt, mindenhová tudtunk kivinni egyéb vonatkozásban is kiállításokat és egyéb rendezvényeket. És ez a jó kapcsolat vezetett oda, hogy mind a két TSZ elnök nagy örömmel vette, hogy velük kezdünk ilyet, hogy aratóversenyt. Az első aratóverseny úgy csak simán aratóverseny volt, csupán csak az aratásról szólt. A díjakat adtunk át a résztvevőknek, délután fejeződött be főzéssel és étkezéssel egyben a verseny, este pedig aratóbált rendeztünk, akkor még kint a szabad téren. A Micsorin TSZ arató versenye már bővült azzal, hogy nem csak aratás volt, hanem cséplés is volt. Régi cséplőgépet szereztünk, és beállítottuk a cséplőgépet, tehát az aratás után már a behordás a kis tanya épületbe, és ott a cséplést is megcsináltuk. Ez azért volt nagyon jó, mert már az is meg volt oldva, hogy hogyan csépeljük ki a kézzel learatott búzánkat, mert nekünk ugye a szalmára volt szükségünk. Igen, a szép hosszú szálú szalmára. Hosszú szálú szalmára, igen, amit már előző évben már vetéskor le kellett beszélnünk a TSZ-elnökkel, hogy milyen búza, mekkora területen, és hogyan fog ez történni. De ezek valóban nagyon előrelátó rendezvények voltak. Zsókám, bocsáss meg, volt, ugye én arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon sok népművészeti kiállítás volt, és ugye erről is beszéltünk, hogy azért valahol a te személyiséged is benne volt ezekben a dolgokban. És volt még egy nagyon nagy szívügyed, ez pedig az énekkar. Azokban az években a Hajdún Ánási Város, most nem is tudom, hogy pedagógus volt, vagy makári, vagy városénekkar volt, nagyon sokat változott a neve, de igen-igen sikeres volt, így
hazai körökben is, de hát nagyon sok külföldi szereplésetek is volt. Erről egy néhány mondatot szóljon. Hát igen, szóljon. Talán gyermekkoromból magammal hoztam a művészet szeretetét. Az én nagyapámék középparasztok voltak, kint a tanyán éltek, és nekik sok-sok olyan kedves tárgy volt, amit gyermekkoromban rajzolgattam, festegettem, mert minden tárgy a szívemhez kötődött. Erről sok lenne mesélni, de például én valamikor 9 éves koromban tanultam meg szőni, tanultam meg, mellé jutottak a szövőszéknek is, csinált gyermekem, vagy például rokkán való fonást, amit még 15-16 éves lánykoromban is csináltam. Tehát hoztam magammal egy ilyen szeretetet a munkával és a tárgyakkal együtt. Az éneklős is személyes kötődésem, hiszen édesanyám, édesapám a még Maklári Lajos alatt énekeltek a Dalárdába, mert akkor Dalárdának nevezték. Igen, a Városi Énekkar címen még 78-79-ben újult fel, ha jól emlékszem. Akkor már én a szellőző művekben dolgoztam, és már akkor hívtak az énekkarba, de akkor elfoglaltságom miatt még nem tudtam részt venni, viszont amikor a művelődési ház igazgatója lettem, attól kezdve valóban szívügyem volt a Városi Énekkar. Nagyon szépen fejlődött, és nagyon sok tagot tudtunk összehozni az énekarba, ami azt jelentette, hogy egy-kettőre ott kinőttük magunkat egészen addig, hogy versenyeken tudtunk részt venni. Arany diplomakoszorúval amatőr énekarok között a legnagyobb kitüntetést 3-szor nyertük el. Bejártuk, mondhatni, ha nem az egész, de a fél országot, Sárospatak, Esztergom, Szeged, Sátoraljaújhely, nagyon-nagyon-nagyon sok helyen szerepeltünk, de túlléptük az ország határát is, mert Erdélyben több helyen, többek között Székelyudvarhelyig eljutottunk. Még akkor Csehszlovákia volt, és a Csemadok meghívására többször szerepeltünk Csehszlovákiába. Következett sorban talán utána a finnországi szerepléseink, Kövess Imre vezetésével és Sebesi Miklós vezetésével működött az énekkar. Imrének egy finnországi kapcsolatán keresztül meghívást kaptunk Finnországba. Két alkalommal hívtak meg bennünket, mind a két alkalommal nagyszerűen szerepeltünk. De volt rádiófelvételünk, és volt olyan lehetőség, hogy meghívhattuk, tehát énekarok, nem csak mi mentünk, hanem meghívtuk, és cselhangversenyeket alakítottunk ki. Így volt olyan eset, amikor 4-5 énekar is szerepelt egyszerre Hajdúnánáson, a cselehangversenyeken keresztül is, még kihagytam a lengyelországi kórust. Voltunk testvérvárosunkba, Ostromba, és szerepeltünk Lublinba. Ezek is egy nagyon-nagyon emlékezetes kórushangversenyek voltak. És voltunk János Somorján, ami nem elhanyagolható úgy szintén, Prágába. És tulajdonképpen a kórus egy nagyon jó lehetőséget adott arra, hogy a városnak egy olyan színfoltot is tudtunk adni, ahol ezt a művészeti csoportot tudtuk érvényesíteni. Nagyon közrejátszott ebben természetesen a zeneiskola, aki nagyon sok segítséget nyújtott nekünk ebben. De ezen kívül még volt művészeti csoportunk, a általános iskolások képzőművész és irodalmi csoportja, akiknek szintén nyári táborokat szerveztünk. Dancs Ferenc és Sebesi Miklós vezette ezt a csoportot. És a batik szakkörünk, ami szintén részt vett ebben a táborban is, azt pedig Dancs Ferenc felesége vezette.
nagy sikere volt ezeknek a dolgoknak is, mert velük is mentünk kirándulni, nekik is csináltunk nyitó kiállítást, záró kiállítást. És ezen kívül nagy részét jelentette a kis csoportok foglalkoztatásában a klubok foglalkoztatása. Klubunk minden korosztálynak volt, volt az általános iskolások klubja, volt a szakmunkások képző klubja, volt a kiszes fiataloknak a klubja, a diáklub. Már csak érdekességként említsem, meg vezetőségi tagja volt Csúlya Imre, aki most a mi kis falunk tévésorozatnak a polgármestere. És hát az akkori nyugdíjas klub, én úgy emlékszem, hogy nyugdíjas klubunk akkor lett, amikor már megépült az új szárny. Igen. Nyugdíjas. Ottan körül kezdett el kialakulni a nyugdíjas klub, igen. És de lehetséges, hogy már amikor átvettük az de azokban az években, de azokban az időben. Olyan 30 igen. éve alakult körülbelül. Több mint 30 éve. Azt hiszem, éve. Hogy most készülnek évfordulóra a nyugdíjas klubba is, a 30 igen. éves évfordulóra készülnek. Tehát amikor átvettük az új szárnyat, ottan körül Fülöp Mancika vezetésével alakult meg a nyugdíjasok klubja. Tehát ez a sok klubok foglalkoztatása is, tehát amint mondottam, hogy nem egyszerűen azon múlott, hogy vagytok és csináltok, amit akartok, hanem állandó célkitűzések alatt álltak, állandó foglalkoztatásuk volt. A népművelők közül minden csoportnak volt egy felelőse, és neki gondoskodni kellett arról, hogy az a csoport éljen, hogy annak a csoportnak programja legyen, hogy kivitelezhető foglalkoztatásokat csináljunk számukra. Lényeges volt ez. Ha már a munkatársakat ugye említetted, hogy mindenkinek volt egy csoportja, akiért felelős volt, kikkel dolgoztál együtt? Igen. Amikor Mózus Imre távozott, tulajdonképpen egy jó népművelőgárdát hagyott rám, köszönet neki. Érdekeltek voltak abban a népművelők, hogy fejben is gondolkozzanak, és ne csak a mindennapi szinten tegyenek. Tehát kreatívak voltak, rendkívül széles látókörűek. Ebben szinte vezető szerepet töltött be Patai Pista, aki valóban egy rendkívül széles látókörű, jó kapcsolatokkal rendelkező, kreatív, hiszen ő egy művészember volt, és ez megmutatkozott a mindennapi életében is. Hát sajnos már nem lehet közöttünk, de ő talán a mai fiatalabb generáció részére onnan ismeretes, hogy továbbra is ő vezette a képzőművésztáborokat, oszlopos tagja volt mindig a képzőművésztábornak, és amikor is itt ismét elkezdődött a képzőművésztábor Hajdúnánáson, akkor ő volt az egyik szervezője is, és oszlopos tagja. Szintén nem lehet már velünk Petrényi Ilona, Balog Zsigáné, aki szintén egy kreatív, sokoldalú ember volt. Sokoldalon tudtuk őt magát is hasznosítani, de ő maga is sokoldalon hasznosította magát, különösen a klubok területén ért el ő nagyon eredményes munkát. Itt dolgozott akkor Bordásné, Ormós Erzsébet. Ő a precissége, a pontossága, a mindenre odafigyelése, nem hiába népművelő könyvtár szakon végzett népművelő volt, ő a könyvtárban találta meg később a hivatását. És ebben az időben került ide Jenei Magdolna, aki kezdő népművelő volt. Rendkívül kreatív volt, rendkívül szerette a mozgalmas munkát, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 12 évvel később ő vette át tőlem az igazgatói széket. Nagy örömömre, mert nagyon tehetséges embernek tartottam. És ugyancsak ebben az időben került hozzánk Bordás Andrea Daróczyné, aki jelenleg a Helytörténeti Múzeum igazgatója, nem véletlenül. Hiszen ebben az időben már ő volt az első
többek között. Ő magával hozta a családból a népművészet, a tiszteletét, szeretetét. Az édesanyja rendkívül népi, a népművészet, meg a régi tárgyak tiszteletét, népi tárgyakhoz vonzódó, népművészetet kedvelő emberke volt. És ő szerintem a szülői házból magával hozta itteni munkája alapján, nagyon vonzódott a népművészethez, és ezen a területen fejtette ki elsősorban munkáját, mint ahogyan ez a későbbiekben valóban hasznára is vált. Tehát ezek voltak, ők voltak a kezdőcsoportunk. Hát volt egy könyvelőnk, Síró Mátyásnő személyében, és volt a mindenki Kati nénéje, aki nélkül talán elképzelhetetlen lett volna a művelődési ház, mert ő volt a gondok, ő volt az anyagbeszerző, ő volt a takarító, ő volt a mosónő, ő volt a rendezvények előkészítője, tehát szinte egy szóban minden, egy amit személyben, csak lehetett. Egy személyben, de hihetetlen volt, hogy mindenhová odaért, és mindent meg tudott csinálni, és Tóth István Kati segíteni, egy rendkívül nagyon ügyes és nagyon figyelmes. Hát most már 90-valahányadik évét élő, de még él, és innen is kívánhatunk neki nagyon jó egészséget. És volt egyetlen egy technikai személyzetünk Tóth István személyébe, aki azért a nehezebb dolgokat a székek a női szakasz mellé egy kis segítő férfikész. Később viszont, amikor átvettük az új szárnyat, akkor bővült a csoportunk. Ekkor került ide Megellai Tamás, Zellér István, Zágonyi Margit. Aztán azt hiszem, hogy tartósabban mások nem is igen maradtak meg nekünk, ők voltak a fővezérvonal, és ők végig maradtak, amíg én itt voltam. És a könyvelő csoportunk bővült, a technikai csoportunk bővült, technikai személyzet, hiszen beszéltünk róla, hogy ilyenek, hogy fény, hang, ehhez ja, tehát az azért már szakemberek igénye szükségeltetett, és természetesen a technikai személyzetnek is bővülni kellett, mert az új szárnyat, ahogy megkaptuk, ezzel felsokasodott a rendezvény lehetőség. Ki kellett pakolni a színházi termet, vissza kellett pakolni a színházi termet, mert hiszem, akkor három színházzal álltunk szerződésben, a Békéscsabai Jókai Színház, Budapesti Dériné Színház és a Debreceni Csokonai Színház. Velük szerződtünk te 12 előadást évente, és ezt a 12 előadást mi tudtuk bérletesíteni. Szinte minden bérletünk elment, vissza kellett tartanunk néhány helyet azért, hogy azért, akik nem tudnak bérletet vásárolni, azok is színházi előadást jussanak, és 6 előse adásból álló ifjúsági sorozatot bérletesítettünk. De ezen kívül természetesen operettet hoztunk, kabarét hoztunk, koncerteket rendeztünk, slágeresteket rendeztünk. Az de akkor volt komoly zene, volt irodalom is, ahogy én volt, igen, volt idézni. Komoly zenei műsorunk is, ifjúságnak a Filharmónia sorozata, több irodalmi estünk, akkor hoztuk hozzá létre Martévával a irodalmi Tea délutánt. A nagyterem tehát az emeleten kívüli részét kisasztalokkal rendeztük be, és teljes zsúrkocsival felszolgálva a részvevőknek, és itt hallgattuk meg az ifjú irodalmi pályán elinduló emberkék akkor született verseit, költeményeit, és ebben természetesen Éva játszott a főszerepet, ő volt a főszervezője ennek, de nagy sikerrel csináltuk ezt is. És természetesen ezen a sok rendezvényen kívül rendeztük a bálokat. Hát ezek nagyon nagy bálok voltak, még a 80-as években. Voltak. Igen, kezdődött tavasszal a farsangi bálokkal, batyus farsangi bál, tehát az üzemeket is előnybe helyet adtunk az ő saját báljaiknak.
és akkor folytatódott a locsolóbál, a nyáron az aratóbál, ősszel a születi bál, az Erzsébet Katalin napi bál, aztán még jöttek a batyusbálok, és befejeződött az év a szilveszteri limulatsággal. Kihagytam azt, hogy az ifjúság részére még a répülésre is tudtunk diszkókat csinálni a hátsó kis épületbe, de a felújult művelődés házban az igazán csak nekik diszkótermet tudtunk megvalósítani, ahol az akkor igen-igen népszerű diszkó ment. És nagyon jó volt az, amikor tudtunk olyat csinálni, hogy bált rendeztünk, ugyanakkor diszkót is rendeztünk. És az ifjúság keveredhetett a báli személyzet, a bálban résztvevő emberekkel, tehát nem csak a tinik, nem csak a fiatalok, hanem a 20-30 éves fiatalok is részt vettek ezeken a rendezvényeken, és megtalálta mindegyik a szórakozását. Ha akart, egy kicsit átment a diszkóba, ha akart, lejött a bálba. És még nem mondtam azt el, hogy diszkót akkor már tudtunk új rendezni, hogy délután 3 órakor kezdtünk egy tini diszkót, az ment este 6-ig, este 6 órától 8 órá, este 6 órától 10 óráig ment a diákok részére elsősorban, persze mindenki jöhetett arra is, aki tinik nem. Tehát jöttek a diákoknak 10 órakor befejeződött, hangos babamondó bemölt, és jöttek a diák ellenőrzők is, hogy a diákok ne legyenek tovább a diszkóba, és utána éjjel 1-2 óráig ment a diszkó. A felnőtteket. Na, ezt ma már nem nagyon tudnátok megcsinálni, mert hogy ugye ma már az éjszakai élet 10 órakor kezdődik a 10 évesek. Igen, ma már ott kezdődik, igen, hát akkor éjjel 1-2 óráig, akkor fejeztük be a munkát. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog volt. Természetesen, hogy a városi nagy rendezvényeket is ezután a színházteremben tudtuk megtartani. Játszóházakat rendezhettünk, fiatalok részére táncos olyan esteket, ahol népi táncokat tudtak bemutatni. Népi tánc csoportunk is volt egy időben, de az valahogyan lemorzsolódott, ez majd Magd idejében újból kezdődött, és nagyon sikeresen csinálták tovább. Tehát a nagy rendezvényeket meg tudtuk oldani, amire valójában nagyon nagy szükség volt, és ez bizonyította az is, hogy minden rendezvényünket teltházzal tudtunk megvalósítani. Hát szóval azt gondolom, hogy ha most így összegezni kellene talán két mondatban, hogy nagy idők voltak ezek, más idők voltak természetesen. Ha te összegeznéd 2-3 mondatban, mit tudnál elmondani erről a jó 12 évről, amit a Hajdunánási Városi Művelődési Központ élén eltöltöttél. Így már visszatekintve egy pár évtized múlva. Hát személy szerint nekem talán az életem legszebb része volt. Itthon Hajdunánáson, ahol születtem, tehettem valamit. És ez számomra rettenetesen nagy jelentőségű volt. Köszönhetem ezt a munkatársaimnak, mert ezekkel a munkatársakkal tudtuk megvalósítani a céljainkat, az elképzeléseinket, és köszönhetem ezt a város lakosságának, és nagyon jó kapcsolatot tudtunk kialakítani. A mai napig is úgy érzem, hogy ebben a városban egy olyan közönség élt abban az időben, és szerintem még él ma is, akik fogékonyak nagyon-nagyon sok mindenre. Hát mi azt az időt inkább a népművészet területére fókuszáltuk, talán azért is, mert Nánásban élt mindig egy ilyen népművészet szeretete, és szerencsésen találkozott így a hagyománytisztelet, hagyománytisztelete, a hagyományőrzése, a mi általunk elképzelt rendezvényekkel. Zsókám, nagyon szépen köszönöm ezt a tartalmas visszatekintést. Azt gondolom, hogy még jó néhány órát tudnánk mindezekről beszélgetni, főként előszedegetnénk egy-két eseményt, konkrét eseményt, de erre most sajnos már nincs több időnk. Köszönöm szépen, hogy elmondtad ezt nekünk, és hogy megőrizhetjük az utókor számára. Jó munkát neked, hiszen még mindig bejársz, és még mindig szövögesz, tehát ezt nem tudtad elengedni, de hát így van ez jól. Igen, köszönöm, hát nagy öröm számomra még mindig, hogy
Bejöhetek a művelődési házba, félig meddig otthon érzem magam. Igen. Most is, és most is foglalkozhatok olyan munkával, amit nagyon szerettem mindig, a szövészettel, és gyerekeket tanítatok. Gyerekeket tanítod. És ez nagyon fontos, úgyhogy csak nekem tovább. Igen. Szerintem a gyerekeknek is, meg a művelődési háznak is. Igen, úgy érzem. Úgyhogy még egyszer köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.